Itt közjóról szó nincs. Ahol közjóról szó van, mint Kishantosnál, ahol semmi másról nincs szó, csak erről, hogy bemutassuk, tanítsuk újra a népet, segítsünk nekik egy ökológiai irányba menni, és mi a modellgazdaság 20 éve működő európai rangú modellközpont van, annak a földjét, miután nem számít amúgy meg a jelen, ahogy egy jegyzőkény megállapítja, így meg lehet szüntetni. Botrány. Botrány. Fazi fekete, mert hát ez mind szerves anyag benne, tehát a humusz. Ami összeköti. Meg kell nézni, hogy megvan kultivátorozva, hogy hol gyomos, hol nem gyomos, meg lehet nézni telik lent. És ennek ez a titka. A csapadék megőrzés, hogy mindig a nedvesség a talajban maradjon, a gyomfésű nélkülözhetetlen, és úgy van a kultivátorozás, és a gyönyörű napraforgó után. Ács Sándorné vagyok, ennek a Kishantosi Vidékfejlesztési Központnak az egyik vezetője. A szervezet, amelyik a működtetését végzi ennek a központnak, ez egy non-profit KFT, ami azt jelenti, hogy nem magánszemélyek zsebébe vándorol a jövedelem, hanem visszatérül mindig a közhasznú célok megvalósítására. Tulajdonképpen ez egy vidékfejlesztési központ, Kishantosi Vidékfejlesztési Központ a neve, aminek egy része a biogazdaság, a másik része ez a kis oktatóközpont, népfőiskolai központ. Lépésről lépésre jött létre 21 év munkájával ez, amit most itt bemutatunk, és ma már azt mondhatjuk, hogy ez egy nemzetközi hírű intézmény. A vidék stratégia. Tételesen azt mondja, hogy ilyen központokat kell létrehoznunk, tájanként ilyen tájközpontokat, ahol a bemutatás és a képzés együtt összekapcsolható, ahol meg lehet fogni, hogy működik a dolog, nem abba az iparos GMO-s irányba akar ugyanis Magyarország tájékozódni, amit körvonalazódni látszik. Jönnek különböző gazdálkodók, csoportok jönnek ide. És hát itt még nagyon sok mindenről szó van, a természetvédelemtől kezdve a kertészeten át, magán az ökológiai gazdálkodás módszerein, technikáin, amiket bemutatnak, meg lehet nézni. Időként kirándulást szervezünk a környékre. Hát a lényeg az, hogy a természet és a mezőgazdaság az embernek az összhangját hogy lehet megteremteni. Tehát erről szól a történet. Tavaly októberben nyilvános pályázaton meghirdették a gazdaságunk földjeit, bérleti szerződés, 20 éves bérleti szerződés volt a pályázatnak a fő célja. Ez a törvények szerint akár rendben is lehetett volna, hiszen mi is pályázhattunk. 10 részletben hirdették meg a pályázatot, 10 pályázatot nyújtottunk be, és egyetlen egy négyzetcentiméter földet sem tudtunk elnyerni. Ezzel gyakorlatilag 2013. november 1-től megszűnik ez a mintagazdaság, amely 21 éve biomódon művelt vegyszerek és műtrágyák nélkül művelt területeket. Majd kíváncsi leszek a jövőben, hogy azok az új gazdák meg tudják-e mutatni nekem akár, hogy így meg tudják ezt művelni, csinálni. Meg hát nagyon-nagyon sajnálnám, hogy ez a 452 hektár mondjuk egy év, még nem permetezhetik le, de egy év után, hogy mi történik vele. Október 25-én megszületett egy jegyzőkönyv, amit az NFA saját ellenőrző bizottsága készített, két megbízott képviselő végignézte a szerződéseket, sőt, ahogy leírja a jegyzőkönyv, Fejér megyében személyesen végigjárták, miután Fejér megyében volt a legtöbb botrányos ügy. Azok, akik pályáztak, azok
vegyszeres gazdálkodást folytató magánszemélyek, akik saját hasznukra fogják ezt a gazdaságot folytatni, nem egyben, hanem 8-10 részben, ami azt jelenti, hogy azonnal elveszítik a területek a bioszvisz minősítésüket, és hát nagyon kérdéses, hogy egyáltalán biomódon vagy milyen módon fogják tovább művelni, mert eredetileg mindegyik gazda kizárólag a konvencionális területtel foglalkozik. A gazdálkodási tervre adott szubjektív pontok nagy különbségével nyertek. Mondom még egyszer. A Fejér megyei nagy nyilvánosságot kapott ügyekkel kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy a nyertes pályázók minden vizsgált esetben a gazdálkodási tervre adott szubjektív pontok nagy különbségével nyertek. Sokan közülük vannak olyanok, akik hát meglepő módon lettek nyertesek. Vannak, akik 20-25 kilométerre laknak innen, vannak, akik nem is foglalkoznak gazdálkodással, vannak, akikhez szorosan köthető egy 3000 hektáros nagygazdaság, intenzív mezőgazdasággal foglalkozó nagygazdaság, vannak, akiknek a tevékenységi körében nincs mezőgazdaság sem, ez egy cég konkrétan. Tehát az a véleményem, hogy, és mindannyiunknak, akik ezt az ügyet képviseljük, az a véleményünk, hogy szakmailag, emberileg és mindenféle szempontból, gazdasági, társadalmi szempontból is egy barbár döntés született Kishantos ügyében. Ez egy állatorvosi ló, ezért mondom, hogy egy állatorvosi ló, amin tökéletesen be lehet mutatni azt, hogy hogy gázolnak át a tőke érdekek, hazai és nem hazai tőke érdekek, a helyi közösségeken, a családokon, mindazon, amit ez a nemzet értékként megpróbál megőrizni, hogyan gázolnak át azokon a közösségeken, amelyek a megmaradásunkat segítenék, és minden olyan intézményen átgázol, ami próbálja ezt a belső kohéziót a társadalomban erősíteni. Elfogadhatatlannak tartom azt, ami itt Kishantos kapcsán történt. Ebben nem lehet belenyugodni, ebben a magyar társadalom nem nyugodhat bele, mert olyan példa, amely ha tovább megy, vége ennek a vidéknek. Mint a fenntarthatósággal foglalkozó szakember, úgy gondolom, hogy 2013-ban Európában egy ilyen központot nem lehet megszüntetni. Arra kérünk mindenkit, aki ezt az üzenetet hallgatja, hogy álljon ki a fenntarthatóság ügye mellett, álljon ki Kishantos ügye mellett, mert hogyha ezt a központot ma Európában csak így le lehet törölni a föld színéről, akkor nincs esélyünk fennmaradni ezen a földön. Azt érezzük, hogy itt egy össztársadalmi összefogást látunk, tehát a Vésztől a Krétakörön át nagyon sok olyan szervezet van, aki nem a környezetvédelem területén tevékenykedik, hanem egyszerűen érzik azt, hogy ez egy társadalmilag fontos ügy. Az az egyetlen túlélési esély az emberiségnek, hogy megtanuljon az ipari inputok nélkül élelmiszert termelni. És mi ezt mutatjuk itt be. Hát ha valaki ezt akarja megszüntetni, akkor most kérdezem én, hogy milyen szándékok vezetik azt az embert. Igenis, hiszünk benne, és ezt nagyon sokan kérdezték. Hiszünk benne, hogy ez a döntés megváltoztatható. És mindent meg fogunk tenni azért, hogy meg is változtassák. Mi ezt a harcot folytatjuk, mi Kishantost nem fogjuk feladni, és mindent megteszünk azért, hogy megmaradjon. De ehhez nagyon sokakra van szükségünk, és ezért kérjük, hogy ebben segítsenek nekünk. A pályázati kiírásban 40%-os szubjektív tényező szerepelt, ami teljesen egyértelmű, hogy bárki hasára üthet,
ez a 40% elég ahhoz, hogy a legjobb pályázatot is leminősítsék, és a legrosszabbat is fölhúzzák. Hogyha nem tudjuk megvédeni ezt a 452 hektáros vidékfejlesztési központot, akkor hogyan gondoljuk, hogy embereket, akik pár hektáros földekért pályáztak, és teljesen átláthatatlan, titokban tartott, szubjektív véleményekkel teletűzdelt pályázati folyamatban elveszik tőlük a megélhetést, hogyan fogjuk tudni őket megvédeni? Nincs biztonságban a jövőnk. Ha 10 millió ember alól kihúzzák a földjeit, és nem a fenntartható úton haladnak a folyamatok, az ország megbízott vezetői nem a 10 millió ember biztonsága érdekében hoznak döntéseket, akkor ez a társadalom, ez az ország elveszett. Jelképesen elvetjük azt, amit októberben vetni kell, a búzát. Ugye mindenki, aki itt a támogatónk, az ebben most részt fog venni. Ez egy jelképes szakrális esemény lesz, mert az október az a kenyér, az őszi gabona elvetésének az időszaka. Ha ilyenkor nem vetünk el, akkor nem aratunk a következő év nyarán, és akkor nincs kenyér. Kilenc órára fog ide érkezni a Nemzeti Földalap képviseletében három köztisztviselő, akinek az a feladata, hogy lebonyolítsa a Kishantossal kapcsolatos átadás, átvételi folyamatot. Nagyon nagy dolog az, hogy most már 140 civil szervezet csatlakozott a nyílt levelünkhöz, amiben követeljük Kishantos megmentését. Az összes úgynevezett nyertes, akik törvénytelenül nyertek pályázatokat, hatalmasabbnál hatalmasabb terepjárókkal, mint egy farkas horda követett minket végig ezen az úton. A Nemzeti Földalap képviselői időnként oda mentek hozzáik, és külön tanácskozást folytattak velük. Majd a végén, anélkül, hogy tőlünk átvették volna a területet, anélkül, hogy mi aláírtuk volna, hogy átadjuk, anélkül, hogy a mi indokainkat, hozzászólásunkat, feljegyzésünket meghallgatták volna, anélkül, hogy a mezei leltár egyáltalán átvették volna, ugye tárgyalásról, megegyezésről itt még szó sincs, ők ott helyben, a tábla szélén aláíratták a papírt a nyertesekkel, hogy ők most átveszik a földet. Azt a földet, amit mi még át sem adtunk nekik. Tehát innen kezdve háború indul. A magyar állam vagyonát kezelik. 10 millió magyar nevében kérjük, hogy tartsák magukat a törvényekhez. Ami most keresztül mentünk, és hála Istennek sok tanúja van, az nem embernek való. De győztünk. Miért ő nincsenek nél? A győzelem alatt én azt értem, hogy hivatalos jegyzőkönyv készült arról, az NFA képviselői által leírva, hogy a területeket nem adtuk át. Az egész pályáztatás és az az eljárás, ahogy a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ alól kihúzták a földeket, az jogilag teljesen megalapozatlan. És véleményünk szerint ezt meg is kell támadnunk, és a Greenpeace meg is fogja tenni az ehhez vezető lépéseket. Ez az önöké, ez a központ, és nagyon bízom benne, hogy a központ is, és a körülötte lévő 452 hektár is az önöké is marad. Ha volt arra okom, hogy ebbe a harcba belemenjek,
az az. És tulajdonképpen Kishantos maga is egy nagyon összetett modell, amiben a demokrácia, a kultúra védelme, a természeti értékek védelme, az egészséges táplálékunk és rengeteg minden benne van, amit ez az ügy szimbolizál. Nem lehet keresztmenni, mert magánterület, magánterületes sértőjének nem érdekel. Hányszor kell elmondani? Mit keresnek itt a földön? Milyen alapon vannak itt? Menjen már innen haza! Szólítom fel önöket, hogy hagyják el a területet. Mit keres itt? Mit keres itt? Ki fizeti? Ki fizeti? Senki nem akkor... fizet. Azt terveztük, hogy amíg Kishantoson nem vethetünk, addig osszuk szét a magokat. És ezek a magok szimbólumok, a kishantosi értékek szimbólumai, és kérjük, hogy ezt ültessék el és gondozzák otthon, egészen addig, amíg újra visszakerülnek majd Kishantos földjébe. Nagyon-nagyon köszönöm, és kérjük, hogy továbbra is támogassák az ügyet, és terjesszék a hírt, hogy igenis Kishantos megmenthető, és meg is fogjuk menteni. Nagyon-nagyon köszönöm. Még egyszer megálltlak a földön, a gyurcsaplak, mondtam! Takarodó! Takarodó! Az emberemhez még egyszer közelebb jössz, megálltod, nem állok jót magamért! Takarodó! Itt ebben a táblában, Kishantos egyik táblájában beállt egy traktor és tárcsázza a területet. Aha. Ami azért döbbenetes, mert a 25-i bírósági ítélet az feketén-fehéren kimondta, hogy ezek az úgynevezett új nyertesek, vagy ahogy a mi ügyvédünk nevezi őket, reménybeli nyertesek, nincsenek birtokon belül, nincs joguk rájönni a területre. Miért akarod megállítani? Azért, hogy beszéljek vele, és hogy megmondjam neki, hogy törvénytelen, amit csinál.
szeretnék önnel beszélni, legyen szíves, nyissa ki az ajtót. Hát nézze, hogyha ha vette a bátorságot ahhoz, hogy illetéktelenül, törvénytelenül erre a földre rájöjjön, akkor önnek kell ezért a felelősséget vállalni. Legyen szíves, mondja meg, hogy milyen jogon és milyen megbízás alapján csinálja. Akkor legyen szíves megmutatni ezt a megbízást. Mindjárt jön a megbízás. Hát mi az, hogy mindjárt jön? Hát ön itt dolgozik reggel óta. Mi az, hogy mindjárt jön a megbízás? Napot. Jó napot! Jó napot! Mit keresnek itt? Jó napot kívánok! Pityu, indítsd, ülj be a traktort, nyomd a dudát, mehetsz! Kapcsold be a villogót, jó napot! Azzal fogjon kezet, aki akar! Vagy szállj ki, majd én megcsinálom, gyere! Gyere, Pityu! Nincs, úr! Birtokvédelmi eljárás van folyamatban! Kinek? Ítéletek születtek! Okay. Nincs tudomása róla? Nincs! Hát... Én nem tudom, én azt hallottam, hogy mi kérdéseket teszünk föl, és cserébe és egy darab válasz sem, csak üvöltés és káromkodás, és tehát egy értelmes párbeszédet nem lehet itt folytatni. A gatyáját leperele magáról, vegye tudomásul! Világos? Miért? Maga idejöhet, aztán itt az emberemet megállítatja. Mert milyen birtokon belül van? Van magának földhasználata? Mondta valaki magának, hogy birtokon belül van? Térjen észre az ember! Kinek? Magának nem kellett átadni ember. Az a jegyzőkönyv az az enyém, nem a magáé. Megbeszélem vele, nyugodjon bele. Mi az, hogy nem mertem eljönni? Kinek? Hát akkor maga jobban tudja, mint én. Milyen okos? Azt hiszi, hogy maga a legokosabb a világon. Beteg volt. Ha annyira biztos a dolgában, akkor... Milyen dolgomban vagyok én biztos? Ugyanúgy elbukták volna azt a fertőt. A traktor elé, aki elé áll, annak nem tudjuk garantálni a biztonságát. És már több mint két héttel ezelőtt kiültem a parlament elé, és aztán azóta az én egy hetem után akkor ott volt Anna, András, meg még mások, Kata, Timi, és most a Orsi hányadik napod? Hatodik. Hatodik napján az Orsi is ott ül, annak szerintem az a legnagyobb eredménye, hogy most mi itt lehetünk együtt. Megkérdezte, hogy milyen joguk volt megállítani a traktort, de hát itt nem erőszakos megállításról volt szó. Megállítottuk, hogy megkérdezzük kedvesen, türelmesen. Vártunk rá. Tehát azokat a fegyvereket nem alkalmaztuk, amiket ők látszólag nem is hezitálnak egy pillanatig se. Úgyhogy ijesztő. Tehát ez ijesztő, hogy meg tud történni, és ugyanakkor nyugtató, hogy azt hiszem, mi egyre összeszedettebben itt állunk, és egyre erősebben, és ez látszólag, láthatóan minket nem tud kibillenteni. Mit keresünk?
mi az, hogy mit keresek? Mit keresünk? Mi az, hogy mit keresek? Vissza ide! Menjen az autóval! Menjen az autóval! Menjen az autóval! Menjen az autóval! Vissza ide vagy! Itt abba a kamerába! Ha? Akkor meg húzzál az utolíjjel a felhőzőt! Menjen innen le! Ott lehet kampányolni le!